Minden harcnak megvannak a vétlen áldozatai, mondta a csütörtöki megemlékezés alkalmával Lengyák István, a Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke. Ilyen volt Balázs László is, aki az 56-os forradalom civil áldozata volt Nagykanizsán. Emlékét márványtábla őrzi a zeneiskola falán, abban az utcában, ahol lövedék érte a fiatalt. Szombathelyi volt Balázs László, egészen pontosan Gyöngyös Hermáné. Középiskolai tanulmányait folytatta Nagykanizsán, a kutatások szerint olajbányász szeretett volna lenni. A mai piarista iskola területén volt a szállása, és a közelben levő Kazinci utcában egy ismerős családnál töltötte az estét 1956. október 26-án. Az országos történések miatt akkor kijárási tilalom volt érvényben, idézte fel Lengyák István. Sajnos erről Balázs László nem tudott, és éjjel 11:30-kor indult a szállására, itt a zeneiskola előtt ment el, és mivel akkor pont itt a zeneiskolával szembe volt az akkori katonai városparancsnoknak a lakása, illetve a Kereszt utcában állt benn egy orosz tank is, ezért a magyar járőrszolgálat, amelyik a kijárási tilalmat ellenőrizte, itt gyakrabban megfordult. És Balázs László pont akkor jött erre. Állítólag felszólították, hogy álljon meg, hogy aztán megállt vagy nem tudni, lehet, hogy csak az ilyet kiskatonák nyúltak gyorsan a fegyverükhöz, de a szomorú az, hogy meglőtték Balázs Lászlót, aki tüdőlövést kapott, a gerincébe fúródott a golyó. Balázs Lászlót a nagykanizsai kórházba szállították, majd a szombathelyi kórházba került. Ott a gerincébe fúródott golyótól származó vérmérgezésben hunyt el. Egyébként mindez a kutatás, amit a Nagykanizsai Múzeum is végzett Balázs Lászlóval kapcsolatban, bennünk megerősítette azt az igényt. Különösen azzal, hogy előkerült ugye a Nagykanizsai Mentőszolgálatnak a kivonulási könyve, amiben pontosan le van minden jegyezve, hogy most az utolsó pillanatban még nem ártana megkutatni Nagykanizsa 1956-os forradalmának történetét. Balázs László emléktáblájánál a Kazinci utcában a Civil Kerekasztal Egyesület, a múzeum és a mentőállomás képviselői hajtottak fejet.